Sziasztok! Fél tíz van, és 10-10-re kell mennem vizsgázni, ugye Zsolték fog elvinni kocsival, mert hogy ugye innen Dorosmáról nem olyan egyszerű a közlekedés, viszont természetesen Lili most elaludt, úgyhogy nem mindegy. Úgy tervezzük, hogy megvárnak ott majd engem, amíg végzek, és akkor utána haza is hoznak. Tegnap kitöltöttem párszor a tesztet, általában én 10-15 perc alatt végzek, úgyhogy nem kell majd sokat várniuk. És eljutok ma fodrászhoz is délután, hál' Istennek. Mondjuk a babahajaimmal nem fog tudni mit kezdeni, de majd talán lesz valami. Egy új fodrászt próbálok ki, úgyhogy kicsit izgulok, hogy nehogy elrontja itt a hajamat. Le akarom vágatni, csak nem akarom, hogy esetleg úgy levágja, hogy utána nem tudom összefogni gumival, mert hogy az úgy gáz lenne, mert Lili így is mindig tépkedi a hajamat. Na, úgy fogunk menni, hogy férjem is majd fodrászhoz, meg én is, hogy egymás után. Lili pedig addig itthon lesz. Természetesen nem egyedül, hanem jön hozzá a babysitter. Ugyanis szörnyű ember vagyok, és babysittert fogadtunk. De erről jönnek a részletek később. Most készülődök, mert el fogok késni. Na, meg is vagyunk a vizsgán, addig férjem még kim vártak itt engem a parkolóban, játszottak, meg sétálgattak. Sikerült, természetesen kettő hibám lett, úgyhogy tök ügyes vagyok, bár eléggé rámijesztettek, mert hogy mielőtt kiírta volna, hogy sikeres a vizsga, ugye írta, hogy 8 percen van a hibás válaszok megtekintésére, én meg teljesen pánikba estem, hogy bazzeg, 8 perc alatt azért elég sok kérdést át lehet nézni, aztán utána írta, hogy sikeres volt a vizsga, és így szemét, minek ijesztettél rám. Úgyhogy most megyünk haza, gyorsan összepakolok, főzök valami ebédet, aztán ugye megyünk fodrászhoz, mert hogy egyre jön Andi, a babysitter, és ha lesz időm, akkor még mesélek is róla, még fodrász előtt, ha nem, akkor viszont miközben megyünk majd fodrászhoz férjemmel. Már alig várom, hogy végre előülhessek a kocsiban, mert mióta megvan Lili, mindig ide a hátsó középső sorba vagyok kényszerítve, és most végre előülhetek majd, mint a nagyok. Amúgy tök öregnek éreztem magam, én voltam ott a legidősebb, mindenki ilyen 16-17 év körüli volt. A vizsga biztos a vizsga előtt elmondta a tudnivalókat, és akkor mondták, hogy akkor ők majd kérnek igazolást az iskolához. Aj, annyira öregnek éreztem magam. Na hát beszéljünk egy kicsit a babysitterről. Én az alapból sosem óckodtam itt a babysitterektől. Sokan úgy vannak vele, hogy ők nem hagyják idegenre a gyereket. Viszont én előbb hagyom egy idegenre, mert alapból az ember úgy keres, hogy megbízható legyen, vagy papírja legyen, vagy valamit, tehát hogy megbízható. A másik meg az, hogy ő azért jobban fog figyelni a gyerekre, mert hogyha nem figyel rá, vagy valami, vagy nem úgy viselkedik, akkor azt úgyis észreveszi az ember, és onnantól kezdve akkor neki nincsen bevétele, mert hát kizárásos alapon akkor már nem fogod tovább foglalkoztatni. A bölcsödébe, hogyha elmegy Lili, ott is idegenre lesz lényegében bízva, és ott sokkal rosszabb lesz neki a helyzet, hiszen ott nem egyedül lesz, ott több gyerek lesz, ott nem fogják egyből megvigasztalni, hogyha sír például. Cicuka! Kukut! Mit csinálsz? Gyere ide anyához! És azután mi történt? Nem mondom a sztorit. Találtam egy hirdetést Facebookon, az egyik ilyen adok-veszek csoportban, hogy mindenféle papírral rendelkező babysitter állást keres. Ráírtam, hogy mi a helyzet, beszéltünk már többször is itt a babysitter kérdésről a férjemmel, ő sem volt elutasító, csak hát neki is természetesen feltétel volt, ami nekem is, hogy hát nézzük meg élőben, hogy viselkedik a gyerekkel, meg hogy mennyire szimpi Lilinek, mert itt lényegében Lili választ elsősorban, és nem mi. Én hiszek abban, hogy a piciknek van egy ilyen megérzésük, tehát én úgy vagyok valahogy, hogy a babák sokkal okosabbak, mint aminek gondolja őket az ember, úgy is jelzi, hogyha valaki nem szimpatikus neki. Legalábbis Lilivel eddig így, mindig így volt, hogyha valaki nem szimpi neki, akkor egyáltalán nem is érdekli, vagy tartja a távolságot. Na mindegy, ide jött a lány megbeszélni, nagyon-nagyon kedves volt. Viszont rá pár napra rám írt, hogy hát neki ez így mégsem jó, mert hogy hát mi azért elég a város szélén élünk, és neki ez kiesik.
Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, viszont én nekem a vezetéshez is jó lesz, hogyha lesz egy babysitter, és akkor nem csak heti egyszer tud valaki figyelni Lilire, mert ugye tényleg nekünk nincsen segítségünk, nincsenek rokonok. Meg hát azért... És most önző leszek, de nekem hiányzik férjem. Oké, hogy altatás után le tudunk ülni, megnézni egy filmet, de az teljesen más, mint hogyha néha, nem azt mondom, hogy minden hónapban, de 2-3 havonta egyszer azért el tudunk menni, megnézni egy moziba egy filmet, vagy meginni egy kávét kettősben. Nekem azért ez hiányzik, és én nem gondolom azt, hogy attól, hogy van az embernek egy gyereke, mindenről le kelljen mondani, ami a régi életéhez tartozik. Mert attól, hogy van egy ilyen csúdaszép bújós babám, bizonyám, attól én még lehetek ugyanúgy nő és feleség, aki vágyik a férjének a társaságára. Szóval, feladtam egy hirdetést, és katasztrófa volt, de komolyan. Tehát olyan emberek jelentkeztek, hogy megnéztem így a Facebook profilját, mert ugye az volt az első, hogy mindenkit lecsekkoltam. Nem, hogy a gyerekemet nem bíznám rá, de még én sem mernék a közelébe menni esténként. Kicsim, mit csinálsz? És jött Andi, ő volt szinte az egyetlen, aki normális összefüggő mondatokat tudott írni. Úgyhogy nagyon megörültem neki, szimpatikus volt Facebook alapján is, de hát nem csak őt, hanem egy másik... Csalszit is ide hívtunk. Nekem fontos volt, hogy vagy legyen valami papírja, hogy ő babysitter, vagy nem csak az, hogy legyen tapasztalata, hanem vagy ezt tanulja, vagy tényleg legyen róla papírja. Úgyhogy jött egy Orsi nevezetű lány, ő jelenleg óvónőként dolgozik. Nagyon szimpatikus volt nekünk is, Lilinek is, viszont mivel ő dolgozik, azért a beosztása, tehát mindig délután, 5 óra után ért volna rá, vagy esetleg hétvégente. Köszönöm szépen. Mit szeretnél, mit csináljak? Andi pedig jelenleg tanul babysitternek és kisgyermek nevelőnek. Úgyhogy őnek azért elég rugalmas a beosztása. Akkor idejött, ugye megbeszéltük vele a dolgokat, átbeszéltük férjemmel, hogy igen, nekünk ő szimpatikus. Lili is, amint belépett Andi, már rögtön a karjában volt, és köszönöm, mit csinálják? Bekapcsolják neked valami zenét? Merje. Szóval rögtön a karjában volt, és elkezdtek labdázni meg minden. Viszont ide hívtuk természetesen egy próbanapra, ami úgy zajlott, tessék, adok neked zenét, tánci-táncizzál egyet. És csak tánci-tánci? Várjál kicsit halkítok, hogy anya tudjon beszélni itt a többieknek. Szóval ide hívtuk egy próbanapra, ami úgy zajlott, hogy 3 órán keresztül ő volt Lilivel, ugye elmondtam neki, hogy mi, hogy működik, hogy etetem, hogy pelenkázom, tehát mindent elmondtam neki. És én meg itthon voltam amúgy, csak teljesen, mintha itthon sem lennék. Tehát én addig szépen kitakarítottam a lakást, kim voltam a konyhába, a fürdőbe, itt-ott, amott. És csak itt van, tessék ez. Megnéztem, hogy viselkednek, nagyon-nagyon jól kijönnek. Ma lesz az első nap, amikor kettesben hagyjuk úgy ténylegesen Lilivel, de egyáltalán nem aggódok, mert tényleg nagyon-nagyon aranyos csajsziról van szó. Úgyhogy ő Andi, a mi babysitterünk, egyelőre nem, tehát ugye nem fix időpontokban jön, hanem amikor valami dolgom van, vagy szeretnék bemenni, meginni egy kávét a barátokkal, vagy akármi, akkor hívom, ő jön. Ugye azért szerettem volna mindenképpen fiatalt, mert volt egy ismerősöm, akinél volt egy idősebb babysitter, egy nagymamakorú hölgy, és valahogy úgy gondolta, hogy ő megcáfolhatja anyukának a nevelési elveit. Én ezt meg nem akartam, hogy... Tehát, hogy nem mondja meg, hogy neveljem a gyereket, úgy nevelem a gyereket, ahogy akarom. Ő figyeljen a gyerekre, tehát, hogy nem nagymamát kerestem lényegében a gyereknek, csak valakit, aki figyel rá. Tudom, sokak szerint szörnyű vagyok, amiért babysittert fogadtam, de úgy vagyok vele, hogy egy kis kikapcsolódás nekem is jár, a férjemnek is jár. Attól, hogy néha szeretnénk egy-egy órát Lili nélkül tölteni, nem vagyunk rossz emberek, illetve akkor... Hogyha van valami hivatalos elintéznivalom, inkább itthon hagyom, hogy játszon a gyerek valakivel, mint hogy berángassam, és órákig kelljen tegyük fel a kormányablakban várakoznia, és sír, és nyöszög, és akármi, úgyhogy én ezt jobb megoldásnak tartom. Vannak olyanok, akik rá tudják bízni a nagymamára, nekünk ez a lehetőség nem adatott meg, úgyhogy marad Andi a babysitter. Kaptam jót is, rosszat is, meglepően...
sok jót kaptam. Amúgy sokan támogattak az ismerősök közül, amiért megtettem ezt a lépést, megmertem tenni ezt a lépést, mert Magyarországon azért nem túl gyakori ez a dolog, és nagyon sokszor megkapja az, aki babysittert fogad, hogy rossz anya, miért nem áldozza fel magát teljes mértékben a gyereknek, ott a gyerek akkor ő ne vágyjon arra, hogy kicsit egyedül legyen, vagy kicsit máshogy legyenek a dolgok, de szerintem látjátok, hogy Lili egy ragaszkodó cukipofa, azt is látjátok, hogy mennyire szeretem Lilit, és nem gondolom, hogy ettől rossz ember lennék, mert néha el akarok menni fodrászhoz, vagy körmöshöz, vagy meginni barátokkal, vagy férjemmel egy kávét, úgyhogy... kijön a fülbe való cica, mindjárt megigazítom. Úgyhogy ez a babysitter sztori egyelőre. Na, Lili alszik, úgyhogy Andinak nem sok dolga lesz vele, mert most ilyenkor egy másfél-két órát szokott délutánonként aludni. Én meg elülök a kocsiba, és tök jó érzés. És remélem, jó lesz a hajam. Megvan az új hajam. Tök jó lett, amúgy a hossza azt tetszik. Na most beszárította nekem a srác, úgyhogy azért annyira nem adja vissza, hogy ez milyen lesz igaziból. Mert hogy én biztosan nem fogok otthon ennyit szarakodni vele, de amúgy szerintem tök jól néz ki, olyan feldőttes. És valamit akartam mondani. Ja, amúgy tök viccesben voltunk megint rossz mama venni Lilinek tejpépet, meg ilyeneket. És tele van kajával a táskám. Tehát, hogy nem csak kajával, hanem babacuccokkal. Ugye Lili otthon van, de ennek ellenére még pelenka, meg törlőkendő, meg minden hülyeség van a táskámban. Pedig nem is pelenkázó táska van nálam, úgyhogy furi dolog ez az anyaság. Na, benne is voltunk az autós iskolába, készül a partonom, és már fel is vettem az oktatóval a kapcsolatot, ugye, hogyha amint meg lesz a kartonom, ő fog keresni, és mondta, hogy heti kétszer biztosan tudunk majd találkozni, ugye mondtam neki, hogy már van babysitterem, és ráérek, úgyhogy minden szép és jó, tök hamar lesz jogsim. Mondták, hogy egy ilyen pörgős, hogy is mondták, hogy fogalmazott? Idősebb úr, de hogy ilyen pörgős, és hogy nem tudom, hogy fogalmazott, de remélem jól kijövünk. Alkalmazkodó képes vagyok, úgyhogy talán nem lesz gond. Most bemegyünk a Lidlibe, aztán megyünk haza pici pocakhoz. Az előbb beszéltem a áborult a gyerek kajája. Az előbb hívtam a babysittert, Lili boldog, amúgy a csikongatott a háttérbe megröhögött. Na már megyünk haza, őszinte leszek, nagyon-nagyon jó volt egy picit Lili nélkül, így kettecskén vásárolni, hatalmas vettesállást csináltunk, amúgy a Lidliben voltunk kaját venni, de hogy olyan jó volt, hogy így meg lehet nézni nyugodtan, hogy mit akarok venni, meg mit tudom, és nem kell kapkodni, mert Lili nyűgös, meg lepakol a polcokról, úgyhogy jó volt nagyon, viszont most már alig várjuk, hogy hazaérjünk végre Lilihez, mert ez így vicces volt, hogy átmentünk a vasútátjáron. Na mindegy, szóval most már nagyon-nagyon hiányzik, és kíváncsi vagyok azért, hogy mennyire fogjuk érdekelni, mert múltkor, amikor ugye próbanapon volt Andi, akkor Lili nagyjából le sem szart, olyan jót játszottak, hogy így egyáltalán nem érdekelte, hogy én ott vagyok, vagy főse tűnt neki lényegében, hogy nem vagyok ott. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy azért hiányoztam neki egy picit. Az is jön egy csenge. Na, azért látjátok, szerető engem, attól függetlenül, hogy itt vagytam a babysitterre. Andi már el is ment, tök jót játszotta. Au, ez most miért? Nem mondod komolyan. Köszi, hogy velünk tartottatok ma is. Igaz, hogy még csak 5 óra van, de elköszönök, mert nem sok minden fog történni, holnap festjük Lili szobáját, erről majd csinálok egy, illetve készülőben van egy új videó. Te most miért vetkőztetsz le? Úgyhogy ezt egy külön videóban fogjátok majd látni a teljes szoba átalakítás. Most viszont elköszönök, mert Lili konkrétan levetkőztet. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel természetesen a csatornára. És sziasztok! Köszönjük! Így, és akkor így nem látszik, hogy levetköztetted anyát. Pápa! Hogy kell pápázni? Pápa! Jó, ügyes vagy!